A baleset részleteiről a vármegyei rendőrségi sajtóosztálya tájékoztatott. Egy vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló jármű szerelvény közlekedett a négyes főúton, kisújszállás külterületén kenderes irányából karcak felé, sötétedés után, mikor elütött az úton egy ott sötét ruházatban közlekedő gyalogost. A baleset következtében a gyalogos nő a helyszínen életét vesztette. A baleset helyszínén a sofőr arcának mutatását nem vállalva sokos állapotban nyilatkozott a televízióknak. Jöttem hajnuszó oszló egy kamionnal, és mégis csötétben láttam, csak egy seket alakott előttem, és onnantól a csattalás történt, és onnantól ez a megtörtént a baj. A rendőrség a baleset kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a gyalogosoknak az úttesten vagy az úttest szélén közlekedéskor lakott területen kívül mindig baloldalon a jármű forgalommal szemben kell haladnia. Ez azért nagyon fontos, hogy így az autó mozgásából láthatjuk, észrevette minket a sofőr, ha pedig nem húzódik az úttest belső részére, a felező vonal felé, hogy kerüljön minket, még van lehetőségünk arrébb lépni. Arra is felhívja a figyelmet a rendőrség, hogy nagyon fontos szabály, hogy éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül az úttesten, útpatkán, leállósávon tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt kell viselnie, ellenkező esetben a jármű vezető számára szinte láthatatlanok maradnak, ami rendkívül baleset veszélyes.